Sziasztok, Ádám vagyok, Mobilix TV-t nézitek. Most egy olyan terméket láttok, amit még eddig nem igazán nézegettünk, de még termékkategóriát nézve sem. Ez itt a Vétek első e-book olvasója, az Xbook 60V. Ugye a neve próbálja követni az eddigi tablet sorozatot. Kicsit ez ugye egy ENG kijelzős elektromos könyv lesz végül is. Itt látható némi kis specifikáció a hátulján magyar nyelven. Ugye egy 6x Ink Pearl kijelzőt kapott, 800x600 pixeles felbontással, ami 16 szürke árnyalatra képes. 600 MHz-es processzoron, benne 128 MB RAM. MicroSD kártyával bővíthetjük, 4 GB a beépített memóriája. Van benne Wi-Fi, igaz csak 802.11b szabványú, de erre valószínűleg bőven elég, illetve 140 g tömegű, illetve támogatott formátumok közt rendkívül sok szövegformátum, van 4 képformátum, illetve még az MP3-at is támogatja akár. Kinyitjuk. Elsőre még nem tárul elénk. Itt lesz előttünk egy a legnagyobb darabja a csomagnak. Félretéve lesz a csomagban egy mini USB-USB kábel, ami adatkábel mellett töltési célt is szolgál. Akár gépről is, mert külön USB adaptert nem kaptunk a Vétektől. Ez nem rész a csomagnak. Van egy magyar nyelvű használatútmutatónk, ami elég bőségesen kitér minden részletre, valamint van egy jótállási jegyünk még. Ugye az e-book olvasóra egy év garanciát vállal a Vétek, tehát ez nem árt, hogyha megtartjuk legalább erre az időre ezt a jótállási jegyet. És akkor nézzük meg az e-book olvasót, amit rögtön egy stílusos kis Vétek nyomással ellátott bőrtokban látunk, illetve kapunk. Ez egy aranyos kis könyvszerű tok, amit egy ilyen mágneses kis pánttal rögzíthetünk. Kinyitjuk, itt van benne kis apró fülekkel rögzítve a e-book olvasó, amiből ki kell, hogy toljuk ezt. Mert elég szorosan rögzül, így egy picit nehéz is. De mivel sokszor nem fogjuk valószínűleg ki szedegetni, ezért mindegy ebből a szempontból. Itt van maga az e-book olvasó. Itt szemből megnézve ugye egy 6x e-ink kijelző, ami nem színes, csak szürke árnyalatos monokrom kijelző. Illetve jó tudni róla, hogy nem rendelkezik háttérvilágítással, tehát természetes fény vagy külső megvilágítás szükséges ahhoz, hogy sötétben olvashassuk. Két oldalán található egy-egy lapozógomb. Mind a két irányú, így jobb kézzel, illetve bal kézzel is ugyanúgy fogunk tudni könyvet lapozni. A fő menü belépő gombunk, van menü gombunk, négy irányú navigációs kurzorunk, ugye egy OK gombbal, egy visszalépő gomb, illetve egy újratöltés. Ezek menüben kiderül majd, hogy milyen funkciókat is látnak el pontosan. Tetején van egy kis töltést visszajelző legyünk. Mellette van a bekapcsoló gomb, egy mini USB csatlakozó, illetve maga a 3,5 millis jack csatlakozó, ami, hogyha zenét szeretnénk hallgatni, mindenképpen kell, mert bár az e-book olvasó nem erre van, de pont emiatt nincs is külön beépített hangszórója ennek. Itt a hátulján a már megszokott Vétek felirat, alatta pedig az, hogy 60V, illetve itt alul a serial number alatt van még egy kis reset gombunk. Maga a e-book olvasó anyaga puha, meglehetősen jó tapintás anyag, kicsit hasonló, mint az Xtap 70, Xtap 70i készüléké volt. Ami problémás, itt láthatjátok, az az új lenyomatokat ez összegyűjti, így vagy nem árt gyakran takarítani, vagy dokban tartani, és akkor nem fog ez látszódni rajta. Oldalról megnézve 8 mm itt a gyári adatok alapján, külön csatlakozót igazából nem találunk. A jobb felső sarokban lesz, vagy hát szemből bal felsőbe lesz egy kis fül, amit kinyitva alatta a microSD kártya olvasó van, tehát ezt tudjuk itt még bővíteni esetleg.
Ez volt tehát a Vétek Xbook 60V, ugye az első Vétek e-book olvasó. Kövessetek minket továbbra, és a másik videóban láthatjátok, hogyan működik ez. Ádám voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!